Köszöntöm kedves nézőinket! A nyári hőségben a vízparton hűsölve könnyen el lehet feledkezni az egészségünkre leselkedő veszélyekről. A forró és napsütésekben bővelkedő évszakban nem csak magunkra, de embertársaink egészségére is figyelni kell, hiszen a megfelelő segítségnyújtással akár életet is menthetünk. Fontos tudnunk, hogy mit tehetünk egymásért ezekben a szituációkban. Mai vendégünk hangai József Szegedi mentőtiszt és kommunikációs munkatárs, aki elmondja, mit kell tennünk olyan helyzetekben, amikor egyedül mi jelentjük a gyors segítségnyújtást. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban! Jó napot kívánok, köszöntöm Önt is és a nézőket is! Először is mire kell figyelnünk a nyári hónapokban, milyen veszélyek fenyegetik a szervezetünket? Sokszor kapom ezt a kérdést, hogy milyen veszélyeket rejt a nyár magában. Én ezt azért nem szeretem, mert azért a nyár egy olyan időszak, amit ki kell élvezni, és egy nagyon jó, nagyon kellemes időszaka az évnek, de bizonyos szempontokat figyelemben kell tartani. Ilyen például a hőség okozta, hőártalmak, a kiszáradásnak a veszélye, de ugyanilyen veszély lehet például a közlekedési balesetek számának a megnövekedése is. Úgyhogy többféle veszélyforrásra kell odafigyelnünk, talán több, mint az év másik időszakjaiban, de, de kellő odafigyeléssel azt gondolom, hogy elkerülhetjük ezeket a veszélyeket. Hogyan tudjuk ezeket elkerülni? Mikre kell leginkább odafigyelnünk? Ha a hőségre koncentrálunk, ott például nagyon fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. A melegben a szervezetünk párologtat, légzéssel is rengeteg folyadékot veszítünk, illetve a, a verejtékezéssel is Folyadékot, illetve ásványi sókat is veszítünk, ezt mindenképp pótolni kell. Azt szoktuk mondani, hogy az életani folyadékpótlás az úgy néz ki, hogy minden testemek kilogramra jut 4, minden 10 testemek kilogramra jut 4 deciliter folyadékfogyasztás. Tehát mondjuk egy 80 kilós betegnél az a 3,5-4 liter a hőség idején az egyáltalán nem számít soknak. Nyilván ebbe beleszámítjuk a, a táplálékkal bevitt folyadékot is, levesekkel, étkezések során bevitt folyadékot, de, de mindenképp sokkal több kell, hogy legyen, mint mondjuk egy téli, vagy egy őszi időszakban. Célszerű, hogyha egyébként ásványi sókat is pótlunk, ezt akár megtehetjük úgy, hogy egy másfél literes ásványi vízbe egy késhányi sót rakunk, ezáltal nem rontjuk el a víznek az ízét, mégis a, a sókat tudjuk pótolni, vagy ugye vannak ilyen izotóniás, izóióniás folyadékok, amiket amiket lehet fogyasztani mindenképp alkoholmentes legyen, hiszen az is tágítja az ereket és, és növeli a Más másrésztről pedig ugye az alkohol hatása sokkal jobban érvényesül, illetve szénhidrát terhelést jelent a szervezetnek, és ha lehet, akkor cukormentes is legyen, hiszen az is ugye szénhidrát terhelést jelent. Mindenféle cukros oldatok, gyümölcslevek, édes folyadékok, azok ezen a bázis mennyiségen felül célszerű, hogyha vannak. Azután a, a napsütésnek a hatásait is bizonyos keretek között célszerű elkerülni. Ez a 11 és 3 óra közötti időszak, amit szoktunk javasolni, hogy akkor, ha lehet, akkor tartózkodjunk árnyékos helyen, hűvös helyen, védjük a fejünket mindenképp a, a napsütéstől, hogy a napszúrás például el tudjuk kerülni. Használjunk valamilyen bőrvédő folyadékot, naptejét, napolajat amivel a bőrünket tudjuk védeni, hiszen egyértelműen kimutatták az összefüggést a túlzott napsütés, napsugárzás és a bőrrák kialakulásának a kockázata között. Nem ritka egyébként, hogy napégésből első, de akár másodfokú égést is lehet elszenvedni. Azután a strandon mondjuk a, a fürdőzés szabályaira figyeljünk oda, csak kijelölt helyen fürdőzünk. Itt Szegeden is ugye egy olyan kijelölt hely van, ahol, ahol ezt lehetséges megtenni felhevült testtel ne rohanjunk azonnal a, a, vízbe, és itt is a, a, folyadék fogyasztása, illetve az alkohol fogyasztása mindenki figyeljünk oda. Valamint azt szeretném még tanácsolni, hogy a mindenféle vízi játékoknál, vízisportoknál győződjünk meg a víznek a mélységéről, mielőtt beleugrunk, mielőtt fejest ugrunk, mielőtt valakire ráugrunk, hiszen súlyos sérülésekkel járhat. Azután a közlekedésben ugye megint csak fontos az, hogy tompulhat a figyelem, nőhet a reakciód, célszerű nagyobb követési távolságot hagyni a közlekedésben, hiszen egyébként is megnövekszik a forgalom, gyakrabban fordulnak elő balesetek, gyakrabban fordulnak elő olyan szituációk, amiket gyorsan le kell reagálni. Ma már az autókban inkább gyakori, mint, mint ritka a légkondicionáló berendezés, vagy akár otthon a háztartásokban is. Ez célszerű úgy beállítani, hogy egy 3-4 fokkal a kinti hőmérséklet alatt legyen a, a, beállított hőmérséklet, hiszen ilyenkor, amikor kimegyünk a melegbe, akkor nem fog bennünket annyira arcon csapni a, a hőség, nem fog hirtelen akkora értágulatot okozni, hogy akár adott esetben ez ájuláshoz is vezessen. Gyakorlatilag tehát a problémák nagy része könnyen elkerülhető, de mégis úgy látom, hogy egy viszonylag gyakori továbbra is a hőségben felmerülő baleset vagy rosszul lét. Idén mennyire volt gyakori, hogy látja? Minden évben azt tapasztaljuk, hogy egy 15-20 kal emelkedik meg a riasztások száma a hőségriadó nem is feltétlenül az első napjaiban, hanem úgy a harmadik, negyedik naptól elkezdve. Egy ideig még kompenzál a szervezet, egy ideig még érezzük, hogy, hogy most tényleg melegebb van, mint az elmúlt napokban, jobban odafigyelünk. Majd utána ez a harmadik, negyedik napnál kezd egy kicsit tompulni, egy kicsit lecsengeni. Figyelmetlenebbek vagyunk, nem fordítunk akkor a figyelmet a folyadék, fogyasztásra, a követési távolságra, és ilyenkor egy, egy 15-20%-kal megszokott emelkedni a feladat számunk. Nagyon gyakori például, hogy nem, nem elsősorban egyértelműen a hőségre visszavezethető ö, hívások vannak, rosszul létek, panaszok, balesetek, hanem például krónikus betegségek felerősödnek, és amiatt kérnek segítséget. Az eddigi adatok alapján kik a legveszélyeztetettek? Például milyen krónikus betegségekkel küzdő személyek? Mindenképp a kisgyerekek, csecsemők, hiszen bennük eleve kevesebb folyadék kering, kevesebb, kisebb a folyadékterük, és ö, minden pici változás sok, arányaiban sokkal nagyobb náluk. Ezt nagyon egyszerű például egy ellenőrizni, hogy a kutatjukat, hogyha megnézzük, hogyha az be van esve, akkor biztos, hogy folyadék deficitben vannak. A másik ilyen veszélyeztetett csoport pedig az idősek, akik már nem isznak annyi folyadékot, már nem kívánják úgy a folyadékot, de ugyanúgy párologtatnak például. És hogy melyik az a betegségcsoport, amelyik nagyobb veszélynek van kitéve, elsősorban a magas vérnyomás betegek, szívérrendszeri betegek, epilepsziás betegek, bár ők inkább a hidegfront érkezésével szoktak gyakrabban rosszul lenni, olyankor jelentkezik nagyobb számban epileptiform rosszul majd beszéltünk, tehát a megelőzéses arra, hogy kiknél leggyakoribb. Most arra lennék kíváncsi, hogy mi történik, ha megvan már a baj? Mondjuk egy napszúrás, hogyan tudunk felismerni, vagy a kiszáradásnak milyen jelei vannak? Hőség okozta ártalmak, az gyakorlatilag egy folyamat. Kezdődik onnan, hogy, hogy akár ilyen hőség okozta görcsök jelennek meg a szervezetben, elsősorban vádli területén, kézizmok területén görcsök jelennek meg, ami egy sima ilyen elmaszírozással, esetleg egy non-steroid gyulladás csökkentős, egy diklofenakos kenőcsel megszüntethetőek. Ez már mindenképp egy, egy eltérés eltérésre tereli a gyanút. Aztán lehet olyan, hogy például hőségájulás, amikor hirtelen kitágulnak az erek, meleg füllet helyiségben tartózkodunk, nem fogyasztottunk elég folyadékot, kitágulnak az erek, oktatni próbál a szervezet, és hát ugye a, a megnövekedett kapacitásban ugyanannyi keringő vérvolumen az, az gyakorlatilag deficitet, egy relatív deficitet fog eredményezni és emiatt ájülás szenved el a, a beteg. Aztán lehet itt hőguta, hőkimerülés, valahol a napszúrást is egyébként már egy kicsit a hőgutához soroljuk, gyakorlatilag egy steril gyulladás alakul ki a, a koponyán belül a hűség hatására fejfájás, hány inger, hányás jelentkezhet, szédülés jelentkezhet, fényérzékenység jelentkezhet. Ez mindenképp több órás vagy akár több napos pihenést igényel hűvös, árnyékos helyiségben. Mit tehetünk akkor, hogyha valaki a közvetlen környezetünkben lesz rosszul, illetve mi az, amit inkább elkerüljünk és ne tegyük meg? Mindenképp az elsődleges szempont a saját magunk biztonságos a saját magunk védelme. Ha biztonságosnak ítéljük meg a környezetet, elsősorban saját magunkra nézve, másodszorban a betegre nézve, illetve a környezetre nézve, akkor odalépünk hozzá, megszólítjuk, megrázunk, figyeljük a reakciókészségét. Ha nem reagál, akkor légzést kell vizsgálni, a fej hátraszegésével, áll kiemelésével és figyelnünk kell a melkasát, emelkedik-e, sűjede, halljuk-e szuszogni, illetve érezzük-e a levegőt, amit kifúj az arcunkra. Tíz másodpercig vizsgáljuk, tíz másodperc alatt legalább kettő normális légzésnek kell, hogy legyen. De egyébként ezt a irányítás már diktálja, hogyha ha valaki egy földön fekvő beteget lát, odalép hozzá, megszólítja, megrázza, és társázza a 112-t ott a mentés irányító bajtársaim már diktálni fogják az alapvető vizsgálatoknak a lépéseit, és, és ezt tudom javasolni, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk, ha, ha ilyen jellegű probléma van, tárcsázzuk a 112-t, fogadjuk meg a mentés irányításnak a, a, tanácsát, és azt csináljuk, amit ők mondanak, az biztos, hogy szakmailag helytálló lesz. És mi van abban az esetben, hogyha mi leszünk rosszul, mit tudunk tenni, ha érezzük magunkban, magunkon már akár a kezdeti tüneteket is? Hát ez ugye attól függ, hogy, hogy milyen betegség jellegű problémákat észlelünk magunkat. Ha mondjuk egy napszúrásnak a, a jeleit észleljük, akkor mindenképp álnyékos helyre vonuljunk, fogyasszunk bő folyadékot, ásványi sokat próbáljuk pótolni, pihenjünk, kicsikét a fejet, polcoljuk fejjebb, de úgy, hogy az egész felsőtest emelkedjen meg, ne csak a nyak, hogy a nyaki vénák ne törjenek meg. Ha, ha ennél súlyosabb tüneteket tapasztalunk, házi orvosnak, orvosi ügyeletnek, mentőnek nyugodtan lehet szólni, illetve hát ugye sok más jellegű probléma is jelentkezhet, akár krónikus problémának a felerősödése, akár itt lehet ugye a melkosi fájdalomtól kezdve a sztrókos tünetekig sokféle tünettel találkozhatunk, hiszen az előbb is említettem, ugye, hogy nagyon sokszor a krónikus betegségek válnak akut fázisúvá, akkor mindenképpen vagy házi orvostól, vagy mentőtől segítséget lehet, segítséget lehet kérni. Én nagyon szépen köszönöm ezt az igazán informatív beszélgetést, és hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm szépen a most búcsúzunk, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra.